Hello! Szavaztok, parti arcok! Mi újság van? Kipől jelentkezik a következő csodálatos, hogy Seven Days to Die, a gyerekek, azt már rohanunk mind az állat. Úgy döntöttem, mégis benyomtam egy egészségügyi csomagot, mielőtt elkezdtem a gameplayt. Ja, jó hülye voltam, mert nem indítottam el, aztán már itt rákatítottam. Nagyon gyorsan kellene a gyerekek dolgokat csinálni. Ugye mai részben mindenképpen költözési téma lesz. Úgyhogy úgy kell itt dolgoznunk. Ott nem mondod, hogy mézet adott a sima fa is ad mézet? Hát srácok, ezt nem is mondtátok eddig, a sima fenyő is ad mézet, basszus. Na várjatok, éhes vagyok, szomjas vagyok, adjatok a kis rókának, szomjazik, éhes, minden baja van. Ja, eléggé produktív gameplayt kellene folytatnunk ebben a részbe, viszont annyit kéne csinálnunk, hogy kellene készítenünk, van ilyen building cube-om, föl kellene menni a kettőre, tudjátok, mert valami olyan módon, hogy nehogy megdögöljünk, ki kéne lootoldam magamnak. Hát vissza kell ide jönnöm mindenképpen, mert egyszerűen nem fogok tudni mindent elvinni, tudjátok, srácok. De majd mindjárt valahogy megoldja a keeper, csak az a baj, hogy ebben a kapkurásban mindig bele szoktam dögleni, úgyhogy lehet, hogy óvatosba kéne menni. Bazza, nem fogok tudni bemenni! Hú, de hülye volt a meccsém! Várja, akkor valahogy más módszert kell itt alkalmazni. Azt a rohadt életben jól kicsesztem saját magammal, gyerekek. Hát nem tud bevenni, hülye gyerek. Mi volt ez? Mi volt ez, gyerekek? Mi volt ez a ti-ti-ti? Olyan volt, mint egy érzékelő lett volna. Azt vágtad? Hallottad? Mi becsön volt? Nem hallottad? Tri-tri! Ilyen volt. Mint a tényleg valami... Nem tudom, mi szokott ilyen lenni. Ilyen érzékelő dolog. Na! Figyeljetek! Itt a kaját el kellene rendezni, meg a vizet. Hogy azért működjenek itt dolgok. Figyelj! Kellene csinálnunk kaját. Várjál, nézzük meg, hogy nincs valami olyan alapanyag kajám, amiből tudnék kaját csinálni. Még a vizet magamhoz kéne vennem, meg a kajákat kellene magamhoz vennem. És el fogunk költözni ugye ebben a részbe mindenképpen. Jó, van 32 húsom, meg van egy darab tojásom. Mindegy, megcsináljuk akkor a húst. Az a lényeg, legyen benne minden, minél több dolog. Várjál, ebből recept. Water, így. Cooking. Főtt húst tudok csinálni, meg tudok sültet. A főtt az lehet, hogy jobb, de az víz kell. Jó, süssünk ilyen húst, jó lesz ez, gyerekek. Csinálunk ilyet is. És akkor így nagyjából készen vagyunk. Aztán akkor ez meg fog főni, amire visszaérünk, ez elég sokáig készül. Ja, ezt a párfát, azt nem tudom kivenni ilyenkor, nem baj, nem, 11 darab fa, ott rohadjon meg. És akkor már indulunk is, rácok. Mást annyira nem viszek, jó? Egyelőre. Ja, valami olyan volt, mint hogyha ilyen, mint amikor a bomba így aktiválódik, vagy pedig valami mozgásérzékelő ilyen. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez mi volt, bazze. Érdekes. Na, túl vagyunk terhelve valamelyes, de úgyis biciklivel megyünk, ugye Johnnyhez. Vagy, oké. Hol a beceklé? Gyerekek, hát kell itt csinálni dolgokat ma. Várjátok, meg kéne jelölnem magamnak a térképet, Jerryt, mert aztán... Hú, itt aztán jó szút lesz, öcsém. Itt lesz valami jó plac, tuti, hogy lesz valami jó plac, ahol le fogok tudni telepedni. Egy quick waypoint. Aztán csapjál neki keeper, mint az őrület. 2,6 km. És nem is nagyon fogunk visszajönni most egyelőre, hanem kitalálta keeper egy ilyen nagyon jó base ötletet, egy bázist. És azt szeretném megvalósítani. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz jó. Teljesen úgy próbálok ugye játszani, hogy így a saját intuícióimnak próbálok, hogy mondjam, saját intuícióimat próbálom szabadjára engedni, tehát így nem nézek utána, hogy milyen bázisok jók, lehet, hogy tök fél lesz az egész, de így próbálok így rájönni magamtól, így gondolkozok, hogy mégis ezt hogy lehetne jól megvalósítani. Rengeteg fára lenne szükségem, arra gondoltam, hogy a bázis nagyjából felépítem ilyen frame-ből, vagy ebből a building blockból. És akkor utána az lesz, hogy igen, most van itt tuskó, de most egyelőre nem kell. Egyébként nincs valami olyan trash item, ami nem kéne nekem, és akkor azt... Várjátok, ezt a pár követ, ezt ledobjuk. És akkor mindjárt nem leszünk túlterhelve, valószínűleg nem fogy annyira a staminám. Igen, ott akarok letelepedni, ott vannak ilyen jó nagy freak részek, meg elvileg ott a kiégett földön, az már ad egy feles nehézséget. És azt írta valaki, hogy ott alapban default jobb a loot.
Tehát ott jó, csinálom a küldetéseket, meg lootolok amúgy is, ott jobb a loot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ott kellene letelepedni. Hát remélem, hogy tényleg ez valamennyire is igaz. Úgy kellene csinálnunk, hogy a bázist úgy akarom megépíteni, hogy építjük. Az mi ez? Ez egy quest hub? Vagyis quest hely. Úgy kellene megépíteni a bázist, hogy építem ilyen frame-ből, és akkor utána szerzünk hozzá majd alapanyagot. Ha nincsen ki, van egy ilyen alapbázis ötletem, meg utána a védműveknek kell hely. Szóval egy ilyen rohadt nagy bázisnak kell lennie. Ezt arra gondoltam. Tehát akkor ezt így nagyon sokáig fogjuk építeni. Mivel ugye ne az legyen, hogy most csinálunk egy ilyen kis miniatúr bázist, és akkor folyamatosan fejlesztem, hanem valamennyire azért építsük ki ilyen building blockból az egészet, hogy ne az legyen, hogy mindig szét kell szedni, és akkor össze kell rakni, mindig nagyobbítani, hanem inkább akkor legyen egy olyan nagy koncepciót csináljuk. Van rá összesen ugye ezen kívül még 6 napunk. Micsoda jó épületek vannak, ez is tök jó. Jaj, megyünk be! És igen, és maximum a hordát azt megpróbáljuk túlélni ezen a bázison, ahol tudjátok, hogy voltunk. Ugye, hogy bemegyünk, oda bemászunk, esetleg befalazzuk a dolgokat. Igen, meg kell néznem, hogy nem tudok csinálni valami jó kőbáltát. Mert akkor azzal több gyorsabban tudnék alapanyagot szedni, mert rengeteg alapanyagra lesz szükségünk, gyerekek. Megpróbálok egy nem beásós bázist csinálni, ami hatékony is lesz. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz ez megoldható, de kipróbálom, megpróbálja. Van egy bázis ötletem, amit hát egy elég érdekes struktúra lesz. Nem ilyen lebegő bázis lesz, meg nem ilyen lesz. Meg nem is földbeásott. Egyébként lesznek föld alatti alagutak, de nem ez lesz a fő koncepció. Föld alatti alagutak azok különböző helyszínek közötti átjárást fogják biztosítani. Egyébként egy ilyen völgybe, itt van ez a lyuk, egy ilyen földbe bársos bázis, tök jó meg lehetne csinálni. Na, egy hatalmas, nagy, egyenes placra van szükségünk, gyerekek, először is azt kellene kinézni. Mi van itt? Ez meg ilyen katonai bázis-szerű? Ja, ez az. Jó, hát ezeket nem lootolom ki egyébként. Valószínűleg ilyen helyekre majd quest is fog, küldetés is fog ehhez zaklatni minket. Persze, hogyha kilootolnám előre, akkor az még jobb lenne, mert akkor kétszer tudom. Lehet, hogy azt majd fogjuk csinálni, barátos szólt, hogy ő azt szokta csinálni, meg hát igazából legjobb, hogy addig a questet nem csinálod meg, hanem gyors elmész a főútig, kilútolod, utána meg még egyszer felveszed a questet, és akkor még egyszer megcsinálod. Az egy elég jó ötlet, jó koncepció. Na, hát igen, olyan sokat nem fogunk mozogni itt oda-vissza, mivel látjátok, várjatok, vizem az van valamennyi, van 5 vizem, jó. Ja, annyit nem akarok mozogni oda-vissza, maximum 1-2 naponta, meg majd áthordjuk ide a cuccokat, mindenképpen csinálunk egy ládát. Valamelyik épület tetejére fölköltözünk, hogy azért az éjszakák azok ne azzal teljenek, hogy a zombik között bolyongok, majd nézzünk egy épületet, kinézzünk magunknak, és akkor oda mondjuk ládát lerakok, semmi extra, csak az, hogy oda tudjak ott elhéderezni. Ó, itt vagyunk a kiégett földön, rüellem ezt a köröt, most pont pedig nem lenne, jó lenne, hogyha nem lenne köd, mert akkor látnám, hogy mégis hol tudok letelepedni. De várjatok rá, és nézek én a mindjárt a mapra. Ó, de jó, hogy nincsen kör annyira. Na, valami egyenes rész kell. Az a lényeg, hogy valami egyenes rész kellene. Aha. Hát meg okádik. Ez ilyen okádos zombi. Ó, itt van. Ó, de jó, ez nagyon jó. Ez imádom ezeket az egyenes részeket. Nézzük Jenny milyen messze van. Meg is van a bázisnak a helye, gyerekek. Meg is lesz a bázisnak a helye. Oda nézhetek, full egyenes plac. És pont egy ilyenre gondoltam. Az nem is baj, hogy vannak fák, mert rengeteg fára van szükségünk. Ebből talán még szenet is ki lehet nyerni, nem? Oda nézzetek, nagyon cool hely. Nagyon cool hely. Ugyanilyen, pont ilyenre gondolt a Keeper valami ilyesmire. Jó, megyünk még egy kicsit, azt minél közelebb vagyunk Jenny. Ez egy kicsit lejt a talaj, de annyi még talán belefér. Már legjobb lenne, hogyha full egyenes lenne. Nyugodjatok meg, gyerekek. Megjött a Keeper. Uh-huh.
Hol van Jenny? Milyen messze van még? Á, pont itt vagyunk Jenny mellett. Na. Itt van Jenny, ugye? Az jó. Akkor valahol... Én komolyan mondom, hogy lehet, hogy itt... azt kellene megjelölni, hol lesz a bázisnak a közepe. Ott egy kicsit emelkedik a talaj arra. Úristen, mi érdekes dolog. Itt valahol, gyerekek. Itt már úgy látni, hogy emelkedik a talaj, itt még nem emelkedik. Valahol itt lehetne a bázis közepe. Álljunk meg motorra, vagy biciklivel? Hát itt lenne a bázis közepe, az lenne jó. Itt lenne is egy ilyen hatalmas nagy bázis. Hát ja, valahol itt kell. Megjelölném. Na mi van? Ez mit csinálhat? Quick waypoint, és akkor save waypoint. Ezt így, aha. Bázis közepe. Oké. Okay. Hú, gyerekek, nem lesz egyszerű. Jó, a biciklit. Biciklit azt rakjuk ide mondjuk. És akkor kezdjünk el. Először is várjátok, craftolni kellene, meg kell nézni. Ja, nincsen kövem. Hú, viszont itt nem lesz kő, ugye? Kő is kellene. Na mindegy, kezdjünk el, majd összeszedjük a köveket is. Le kellene raknom egy blokkot, hogy tényleg akkor ott megjelölöm a base közepét. Hát eléggé nagyszabású dolog lesz, srácok, úgyhogy készüljetek. Jó, itt a waypointunk mondjuk. Itt lesz a bázis közepe. Itt úgy látom, hogy elég sík minden irányba, ugye? Ez tök jó lesz. Hú, Keeper, mit találtál ki, meg hülye vagy mi? Hogy ebből szén is jön dögivel. Ez jó, mert ugye azt tudom használni. Nem tudom, szénből esetleg mit lehet még, milyen recept van. Ó, itt tudnék fákat is ültetni már majd. Bár lehet, hogy ide nem lehet, nem tudom, hogy lehet-e. Milyen, miket lehet csinálni belőle? Ha, ja, puskaporhoz is kell, gyerekek. Aha, jó. Ja, mindjárt megnézzük, hogy nem tudok csinálni egy ilyen baltát jobbat. Stone Axe-et, vagy mi ez. Valószínűleg nem tudom, nem tudok még, mert akkor kidobná, ugye? Bár lehet, hogy ilyen fű is kell ehhez. Mi a pontos neve? Stone Axe. Aha. Hármas szintűt tudnék csinálni, csak kell hozzá fiber is, azt akkor jó vagyunk. Itt meg rohadtul van fiber van. Jó, egy kicsit itt fát fogok vágni, úgyhogy bocsánatot is kérek érte, hogyha ez tökörös lesz itt. Viszont annyi lesz majd, hogy a városba viszont le kell telepednünk valamennyire. Tehát kell egy olyan hely, ahol lesz hálózsákon, meg ilyenek. Azt mondjuk hálózsákot elhoztam volna, mondjuk azt nagy craft tudomány nem kell ahhoz. 1200-as, na már ilyen már? Még mindig nem tudok craftolni, mi kell? Még egy kavics kell, aztán tudok craftolni egy jobbat. Bár lehet, hogy annyira nem nagy különbség van közte. A scrap. Ez meg akkor gyűjt, gyerekek. Figyeljetek, akár mekkora különbség van közte, akkor is jó, hogyha van, ugye? Ja! Oké, a bázis közepe. Akar mondjak erről infókat szerintetek? Kíváncsiak vagytok rá, együnk egy levest, az ugye water-t is ad. Meg legalább akkor egy inventory slotom az eltűnik. Érdekes, hogy most már ugye se a víz nem marad meg, se a konzervdoboz nem marad meg. Most már nem tudsz úgy vizet korlátlanul csinálni, hogy vödörbe csinálsz egy vízblokkot, és abból folyamatosan merítesz. Ez mi? Ez is fát is ad mindent? Hát igen, ez... Itt el kell egyengetnem a talajt. Vagyis a talaj egyenes, hál' Isten. Viszont ki kell pucolnom valamennyire. És el fogjuk kezdeni az építkezést, ahogy egy kicsit lesz hely. Itt ilyen, egy ilyen kis horrorisztikus ambient van, vagy ilyen zúgás. Mármint a zene. Itt úgy van megoldva. Jó lesz ez, gyerekek. Jó, mert itt figyelj, közel van a Jenny is rohadt közel van, közel vannak épületek is.
Lehet, hogy ott van egy ilyen visztor, hogy meg kéne néznem azt arra, le tudnék idő... Le tudnék ideiglenesen telepedni, azt kell csinálni, hogy addig, amíg a staminám töltődik, addig az ilyen fölszedhető cuccokat szedem össze. Jaj, de jó kis olyan bázis lesz, a gyerekek, be fogtok szarni tőle, komolyan mondom. Imádni fogjátok szerintem. Nagyon érdekes lesz. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy viszonylag messze lássak. Tehát úgy működjön az egész, hogy tök jó messze ellásson ugye a karakter. Viszont védhető is legyen. Tehát egy ilyen torony az már nem tudom, egy toronnyal nem vagyok kiegyezve, mert akkor nagyon be tudnak ért olájönni, és egyből itt tudják ütni. A torony az valahogy nekem így nem adta. Jó a torony is, csak tényleg még több védelmi rendszer kell, meg még jobban olyan... nem látsz normálisan rá a zombikra. Nem is úgy mondom. Nem egy vonalban látsz rá a zombikra. Tehát, hogyha torony van, és lőni akarod őket, akkor ugye most is kicsibe mutatom, mindjárt mutatom. Így, na. Így például, hogyha így jönnek, akkor ahogy lövöd őket, így futnak feléd, és így mindig csak fölülről látod őket, és így dír, és próbáld eltalálni. De hogyha pontosan feléd futnának, mindig feléd fussanak, akkor tök jó, mert ahogy lövöd őket, akkor a mögöttük levét is eltalálod, meg érted, hogy mondom, akkor az így sokkal jobb. Sokkal jobb, hogyha feléd futnak a zombik. De feléd futnak a zombik, azt hogy oldod meg? Csak akkor síkterepen tudod megoldani. Tehát így, mint hogyha síkterep lenne. Nem. Egyfajtaképpen meg tudod oldani, halál komolyan, egyféleképpen, hogy feléd fussanak a zombik, de mégis nagyon messze ellás. Kíváncsi vagyok, hogy rájöttök-e. Adok időt, hogy tudod azt megoldani, hogy így szembe fusson veled a zombi folyamatosan, tehát folyamatosan tud lőni, ne kelljen a magasságod változtatnod, a lövési magasságot, tehát Z-tengelyt ne kelljen állítgatnod a lövéskor, meg akkor ugye tényleg a mögötte lévőket is tudod lőni, így, hogyha így futnak feléd, de mégis magasról lássál. Na, azt hogy tudod megoldani? Srácok, azt hogy tudod megoldani? Ezen gondolkoztam nagyon sokat, hogy azt hogy tudnám megoldani? Mert tényleg a toronnyal az a baj, hogy így befutnak alád, és hogy lövöd, akkor ugye így körbe lövöd, meg így, az nem olyan jó. Sokkal könnyebb úgy eltalálni valamit, hogyha feléd fut, és így ebbe a magasságba érted, így. Mondjuk ebbe a magasságba is fut, és lövöd, ding, nem kell így állítanod. De ha így fut feléd, akkor folyamatosan ezt húznod kell, és találnod, el kell találnod még pluszba. Úgyhogy ja, ez egy érdekes dolog. És ezen agyaltam sokat, hogy ezt hogy tudom megmondani. És igazából szerintem erre rájöttem, hogy ezzel mit tudnék kezdeni, ezzel a szituval. Csak hát igen, ez egy nem kicsi létesítmény lesz. Viszont rohadt védett lesz szerintem. És hogy tudod még ráadásul, hogy tudod úgy megakasztani a zombikat, hogy ne folyamatosan fusson feléd, hanem álljon meg ott mondjuk, és akkor tudod lőni. Ez is egy dolog. Úgy anélkül, hogy például mondjuk rácsokat raksz le, és ugye akkor az a baj, azokat te is sebezed, hogyha nem átlősz a rácsok között. Érted? Úgyhogy nagy távolságból tud egy vonalba lőni a zombikat. Úgy, hogy lehetőleg még álljanak is meg, ha arról van szó. Úgyhogy ez rohadt érdekes. Egyébként szerintem tudnék pénzt csinálni abból, hogy ezt a rengeteg szenet eladom. Mert szerintem annyira nincs rá szükségem nekem. Ja, bocs gyerekek, de ezt meg akarom valósítani. Valami cél legyen a játékban, ne csak az legyen, hogy lootolunk mind az alatt. Meg ugye legyen egy olyan bázisunk, hogy akármennyikor a hordát kibírja. Jó néz ki ez régen, ez milyen gagyin nézett ki ezek a kiégett földön, ezek a hülyeségek. Belenézek. Jó, mondtátok, hogy a romlott húsból azért tudok ám csinálni majd jó dolgokat. Na, hol a bázis közepe? Ott van. Azért már alakulunk. Keeper itt tűzi terepet rendez. De egyébként ez tök jó, mert egy tegyenes a terep. Ez nekem egy tetsző dolog. Meg hát közel van minden. Ez így jó lesz. Ez olyan komplexum lesz, el nem tudjátok képzelni. Te ehhez képest a Maginot vonal, az kutya fasza. Ja, egy olyan nem tudom meddig kéne, már ennyi idő van, 13, lehet, hogy a szenet el fogom adni, mennyi a szénnek így, nem tudom, pakja.
46, nem tudom, az mennyi 46. Az összes 46? Még mindjárt kiderül. Az összes 48, hát akkor nem érdemes eladni. Nekem rengeteg fa kell, hogy ugye meg tudjam csinálni ezt a building frame-et, amiből létre tudom hozni, hogy a bázist, azt utána csak akkor upgrade-elés lesz. Úgyhogy igen, most ez a projekt megy. Hát az a jó, hogy pont mivel ezeket ki kell ütnöm, emiatt lesz rengeteg fám. Várja. Úgyhogy ez tök jó. Ma van 1200. Úgyhogy ebből tudok csinálni rengeteg ilyen building frame-et. 57 az van is. Tényleg nagyjából így meg akarom csinálni a bázist, hogy lássam, hogy hogy van. Addig most ne kelljen fel upgrade-elnem, érted? Több ezres durability-re a blokkokat. Mert annak akkor mi értelme van? Utána meg ki kell ütnöm, mert hogyha vérne nem jó valami, tudod. Inkább legyen az, hogy frame-ből megcsinálom teljesen, és akkor azokat vissza tudom szedni, hogyha nem tetszik, akkor fogom aztán szeregetem vissza. De arra kíváncsi vagyok, hogy rájöttetek-e, hogy mi lesz az. Mi lesz az a struktúra, amivel meg tudom azt csinálni, hogy egyenes vonalba ütök. Ezt itt hagyom, mindjárt megyek, inkább tovább állok. Vagy ezt most rám kattant? Menjünk odébb. Van itt bőven kiütni való még. Jó, viszont Jenny az lehet, hogy kell csinálnom valamit mindenképpen, hogy itt... Jó, talán ez nem kattant rám. De ha rám kattant is, mindjárt itt hagyom mindig. Egyébként ebből is jön az XP, mint az atyaisten. Látjátok, ez egy feles, ez Burning Forest, ez egy feles. Kiérte, de ez egy feles nehézségi fokozat, default. Ez meg is volt, gyerekek. Nyiaj. Ugye, ezt már egy hiteltem is egyébként, csak hülyeség volt beleütnem még egyet. Jó, jöjjön a réz is. Itt már jó lesz, csinálok esetleg ládákat, azt mindent is eltárolunk. Azt a később már jó lesz, mert itt már ugye nagy kraftolások lesznek. Tényleg, meg lesz ez oldva. Újra kíváncsi vagyok, hogy működni fog-e az a bázis, meg kíváncsi vagyok, rájöttek-e, hogy milyen struktúra lehet az. Milyen struktúra lehet az, basszus, hogy egyenes vonalban látom a zombikat, mégis messze látok. Milyen struktúra? Na, agyaltok-e nem már? Hoztam kaját direkt, azokat elhoztam. Meg ugye max visszamegyünk majd. Meg esetleg Jenny-nél tudok venni, elég jó el vagyunk keresztve anyagilag szerintem. 5600-an van. Most a pénzre annyira nincs szükségem. Na nézzük. Na figyeljetek, lehet, hogy azt csinálom, hogy ezt a napot rászánom arra, úgyhogy... Bocs érte, hogyha valaki nem szereti az építkezést, de ezt a napot rászánom arra, hogy ezt a területet így lecsapjam. És akkor el tudjuk kezdeni ezt a baromina struktúrát. Ezt a rohadtan struktúrát, amit én kitaláltam. És utána maximum akkor mindig úgy bővítem a területet, akkor kezdem kiütni a fákat, amikor még szükség van nagyobb területre, mert ugye ez úgy lesz, hogy lesz egy ordinári böszme behemót struktúra közepén, és azon kívül meg védelmi zónok lesznek, mivel arra szükség van. Ugye ki akarok építeni ilyen elektromos védelmi zónát, meg mindenféle, szóval ez egy ilyen... Hogy nem, már megint egy ilyen hülye jön. Na gyere ide, barátom, gyere. És ezeket komolyan egy hitelem? Basz, nagyon komolyak vagyunk, na. Ja, majd el kell osztani skill pontunk is, lehet, hogy van, bár a horda alatt nagyon nem szereztem XP-t, mivel nem öltem meg egy zombit csak ebből. Leginkább azon jár az eszem, hogy tényleg megoldjam úgy, hogy ilyen explo nélkül, ilyen mindenféle trükkös bázis nélkül, egy ilyen masszív bázissal tudjak érvényesülni. Ez nekem valahogy most az ilyen... Ez a küldetésem, gyerekek. Persze sokkal nehezebb ezt megoldani.
mint mondjuk egy ilyen YouTube videóból kinézni egy Ultimate Base tervet. Azt, ha, de ez egy sokkal érdekesebb számomra, hogy megpróbálom ezt megoldani. Jó, ez tök jó, mert nagyon egy csomó fa, úgyhogy ez frankó, nekem ez nagyon tetszik. Itt még elmegyünk körbe, aztán szerintem lassan elég is lesz az a terület. Hú, nagyon érdekes lesz ez a base, gyerekek. Nagyon érdekes lesz ki. Na, én is nagyon várom, hogy elkészüljön, komolyan. Kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog működőképes lenni. Fú, ez nagyon érdekes lesz. Rá fogja kényszeríteni a zombikat, hogy folyamat felén fussanak egy szinten velem. Viszont talán mégis arra is rákényszeríti őket, hogy blokkokat üssenek. Ami nem gond, hogy blokkokat ütnek, mert majd kijavítjuk, gyerekek. Azért van a játékban több durability-vel rendelkező blokk, hogy tudjad felupgrade-elni, akár még acélra is. Tudom, hogy a későbbi hordák azért eléggé kemények tudnak lenni, de a keeper is kemény lesz, jött ráncok. Hoppa, ezt el is felejtettem, hogy ez így. Most komolyan craftoltam egy másikat? Nagyon nem akartam. De mindegy, mert ezt meg scrapeljük. Mondtátok, hogy már csak 6 darab izé van. Ilyen item level a játékban. Tök durva, régebben volt, azt hiszem, hogy 100. Emlékszetek, volt olyan verzió, amiben 100-as item level volt. Jó fasz volt ez. Már egyszer ledöltem. Ja, a talajt azt nem akarom bizergálni. Néhol fogjuk cserélni a talajt, de nem mindenhol. Tehát a bázis alatt fogjuk, meg a védműveknél fogjuk cserélni a talajt. De amúgy nem akarok ilyen nagy talaj cserét csinálni. Mennyire 16 óra, lehet, hogy azt csináljuk, hogy elmegyünk, megnézzük, hogy egy bázis tetejé, vagy egy épület tetejére hova tudnánk letelepedni, mert az is azért eltelt egy ideig, amit kipucoljuk meg minden. Meg akkor csinálunk, craftolunk ládákat, aztán lepakolunk mindent, ami nem kell, jó? Srácok, ne ordjunk ennyi egyforma fegyvert egy magunknál például, mert azért annyira nem kell. De annyira nem vagyok beszarva. Annyira nem vagyok beszarva. Mi volt ez? Jön a haver, gyerek. Pedig itt még jó lenne egy kicsi. Hát nem, megyünk is, srácok. Ezeket viszont egy hiteli öcsém. Hát ezt nem gondoltam volna. Ez brutál. Jó, még itt egy kicsit. Az a baj, ezeket a füveket is ki kell ugye ütnem. Mert oda se tudsz rárakni blokkot. Akármilyen blokk van, az blokkolja a blokkot, érted? Ez most lehet, hogy nem halt meg. Hogy meghalt? Ennyire kemények vagyunk, gyerekek. Brutális. Azt hittem, nem is ütöttem fejre egyébként. A kiégett föld ura. Mi leszünk a kiégett föld ura, gyerekek? Ja, mondtátok, hogy a robbantott földdel keverem én. Ugye ott vannak a bombák, meg ott vannak az ilyen nagy medvedögök, meg a kutyák. Szóval itt azért elég béke van. Itt lesz a főbázisunk, és nem mondom azt, hogy nem fogunk kalandozni egyébként. A biciklire rádöntöm! Ja, nem mondom azt, hogy nem fogunk kalandozni mindenfele, mert biztos, hogy fogunk. Gyerekek, rengeteg fa kell. Pont azon aggódtam, hogy nem lesz elég fánk, mert itt a kiégett földön nem annyira van. Hát de azért van. Úgyhogy nagyon szuperek vagyunk. Na gyerekek, hallod, ekkora lesz a... Ugye egy ekkora lesz a középső struktúra. Minimum egy ilyen ekkorára számítok. Ez hány blokk távolság, gyerekek? Ez hány blokk távolság, mondjuk innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nem, akkor egy 20... 25 egy irányba, tehát akkor 50x50-es alapterületű lesz a fő struktúra, amit kitalált a képer. Most menjünk biciklivel, aztán eszek egyet pillanat. Jó, mert így a
az inventorink kicsit szabadul fel. A fő struktúra, amelyik középen lesz, az legalább egy 50x50-es lesz. De lehet, hogy még egy kicsit növelünk rajta. Maximum házakat is kell pontolnom, hogy elférjek rendesen. Vagy pedig egy kicsit eltoljuk másik irányba. Na várjatok, hol van a Jenny? Jenny, hol vagy? Elvileg egy templomban van, nem is látom, hol van templom. Ja, ott a templom. Na, itt a templom, és akkor valahol ezen a környéken lekéne valahol telepednünk. Ez egy benzinkút? Nem, az egy épület. Valami magasabb épület jobban örültem volna neki, valami magasabbnak. Végén még letelepedek itt a hittetején, de az a baj, hogy föl tudnak instant futni, ugye? Mert itt van valami ilyen, nem tudom, elektromos állomás, vagy valami ilyesmi. Ez eléggé betonból van, ugye? Na nézzük, itt ezt ki kéne pucolni, remélem, hogy nem valami nagyon nagy szintű. Hát ez egy feles szintű. Úgyhogy ez jó lesz, gyerekek. Egy ilyen power station, ennek a tetején el tudnék kérdezni, nem? Az a remegette, olyan hangja volt a csőm. Az a rendesebb para. Mi a fasz? Mi jönnek a melósok gyerekek? Megzavartam őket itt. Jó, kiütöttük őket? Még valaki örög? Aha, jön egy ilyen hülye. Tényleg biztosra megyek, mindig próbálok. Na, ennek a tetejére kéne valahogy fölmenni. Mi van itt alul? Itt azért még meg kéne néznünk. Az biztos föl kell? Ez ennyi a Power Station dolog? Nem kell fel, bazza. Ez ennyi? Komolyan. Tehát akkor ez nem volt nehéz, kipucolnunk. Tényleg ennyi? Hát ez nem tudom, mennyire lesz biztonságos. Az a baj, egy blokk magas. És ez nem vidám dolog, nem gyerekek? Nem jó az egy blokk magas, mert ott úgy észrevesznek, mint a szart. Ugye az a baj, hogy van ilyen érzékelés ezeknek a hülyéknek. Hát ez nem vagyok be biztos, hát ez semmi. Egy blokk magas, az a baj, hogy elsétál egy zombi, azt észrevesz, azt akkor ide van, már harakiri. Zörgés van, csattogás van, azt kinyírnak a pérába. Ott látok egy nagyobb épületet, mindjárt azt megnézem. Ott. Az meg valami túl nagy lesz, az tudja, hogy valami nagyon nehéz. Ez mi? Ja, hogy ez egy ilyen egy ilyen tartály. Ó, industrial trunk, jó ez. Ez semmi, egyes. Egy feles. Na ez viszont jó, ez ilyen jó nagy. Ó, hát ez jó lesz. Na, erre már kipörítted fenél fogát, ugye? Vannak létrák két helyen, az egyiket majd leütjük, vagy pedig valami blokkra eltorlaszoljuk. Á, úgy látom, hogy ez jó. Ez jó lesz, srácok. Mindjárt felmegyünk. Csak lassan, mert a staminát kéne azért tartalékolni. Madár. Odarész van egy ilyen adcsapóhajt, úgy lehet bevenni. Ó, hát ez nagyon jó hely. Ez a legjobb hely. Ez a legjobb hely, gyerekek. Ó, hát ez mekkora király. Hallod? Ez nagyon brutál jó, nem? Hát ennél jobbat nem is találtam volna, esküszöm. Ez a... Hú, milyen ambientek vannak ilyen... Ezt fölött felvennem. Na, ide benézünk. Ez kurva jó el, gyerekek. Hát ez egy ilyen rohadt nagy tartály, testvérem. Mindjárt megnézzük, hogy mekkora blokk. Srácok, ez a legbrutálabb hely. Ilyet még soha nem használtam, figyelj, még kaja is van, beszarok. Lohol! Ezek mekkora durability-e van? Várjál most itt. Jaj, de hülye vagyok, felupgrade-eltem. Ezres.
Így lett 1500-as. Ezres. Csak itt megint a keeper arra jó, hogy leesik. Oda rakok is egy blokkot. Már itt le fogok esni, bocsánat, de tényleg ide nekem kell. Valami hörgést hallok, a biciklivet lehagytam. Mi az a hörgés? Valaki üti bazza ezt az oldalát. Mindjárt lemegyek reddet rakok, azt úgyis le kell ütnem az egyik oldalon a létrát. Elütögesd az izévet, kecóvat bazza, azért találtam. A legjobb hely. Ha megint valaki bazza, mi van itt el? Ősznépi mulatság. Vég vagytok. Hordó. Én azt hittem, hogy többet ad. Műanyag kellene, ugye? Tudnék csinálni itt ilyen víz cuccot. Gyerekek, ezek ilyen feles izék, nehézségi fokozatúnak. Az nem rossz. Na, akkor melyik oldalát valamiket leütjük? Na megint bazze valaki hörög. Most itt spónolnak, vagy mi az anyámban? Mondjuk nem muszáj leütni, meg 2000-es blokk, a franc az üti le gyerekek, inkább akkor valamit rendezkedjünk itt el. Csináljunk egy bedrollt, meg ilyesmit, jó? 19 óra 2 van, berendezkedünk, aztán akkor itt el leszünk. Van itt még egy világításom is. Ha nagyon nagy szar van, akkor be tudok ide menekülni, nem? Mekkora ötlet? Hoppá, megvan oldva, srácok. Nagyon nagy szar van, 1000-es durabilitője van ezeknek a falaknak, oké, hogy egy hordát nem bír ki. De egyébként még egy hordát is itt szerintem simán kibírok, hogyha nem tudnak följönni. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy itt fogjuk megoldani a horda dolgot. Mert egyébként folyamatosan nyekeregnek. Vagy pedig az ambientben van ilyen hülye hang. Na, kéne nekem egy... Mi a faszt? Nem mondod, hogy már megint üti valaki ezt a kecót? Hát komolyan mondom, itt kezd elfajulni a dolog, hogy itt nyugtalankodnak mindig. Hogy oldom ezt meg, hogy ne üssék, de mondjuk oké, hogy ütik. De mondjuk annyit kellene csinálnom, legugolok. Aztán így... Sutyiba vagyok. Na mi van, hun vagy? Itt vagyok, bazza, ne arra mennyi. Eszel. És jobb így neked? Ki vagy fektedve? Jó, ja, lehet, hogy izébe kéne lennem így lefeküdni. Vagy legugolni, tudod. Viszont tök jól néz ki itt a táj. Hú, jó. Jó lesz, srácok, ez. Egyébként legalább ilyen magas lesz az én építményem is, arra készüljetek. Oké, kellene nekem egy valami krét, ilyen. Sőt, ebből legalább kellene szerintem egy 3 darab, jó? Éhesek vagyunk, szomjasok vagyunk, semmi probléma, mert van kajapia minden dögivel. Hát ha nem is dögivel, izére kell menne majd vizér, vagy pedig kell csinálni egy víztisztítót. Nem tudom, azt föl lehet venni a víztisztítót, gyerekek? Vagy a vízgyűjtőt? Tehát így fel tudom azt kapni. Na, csináltam ládát elvileg. 3 darabot. És itt valahol lerakjuk. Ó, ide pont be tudom rakni, de jó. Szuper gyerekek. Akkor... Várjál. Kaja. Fegyó. És akkor lesz egy olyan, hogy craft. Alapanyag. Oké? Okay. És akkor ez így szuper. Akkor a kajás dolgokat ide beszórom. És akkor innen fogunk zavárni, meg innen fogunk mindig vinni. Ezt is elrakom innen, ezt is. Gyorsan megnézem, jó? Hogy mi az, ami nem kell. Ez is. Hát a vizet ezt mondjuk nem rakom ki, mert nagyon kell. Ezt a csontot ide rakom. Ez ilyen szelves dolgokat ide rakom, úgyhogy ne lepődjetek meg. Az kaja az van azért elég jó. Ez is annak számító dolog nálam. Oké. Okay. A vépönök közül palamit pakoljunk ki, mert szerintem nem kéne ennyit fordarom magammal. Ezt kirakom, meg ezt a kis pisztolyt. És akkor egy kicsit így változik a helyzet. Sőt, a sörétest is kirakom, annyira nem használom azt. Egy sontkés az meg mondjuk legyen itt. Jó. Oké, ebből a fajta lőszerből 150 legyen nálam, több nem kell, a 9 mm-es jöhet még, ugye, és akkor nálam van a 9-es,
Oké, okay, gránátot nem fogok használni, meg molotovot, azt már ismerem annyira magam. Jó. Oké, okay, akkor a maradék az meg mehet. Mehet az alapanyagba. Ez is alapanyag, 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 ez is, ez is, ez is, ez is, ez is. Mi volt ez? Ezt magamnál hagyom, meg a kizét fogom magamnál hagyni. Ezeket magamnál hagyom, mert ebből fogok kraftolgatni, ugye mindig így, így azért kell javításhoz is, meg minden szarhoz. Meg ugye most például kell egy bedroll. Hogyha meghalunk azért, akkor itt szülessünk újjá. Ugye meg izé is kellene a gyerekek. Cobblestone, vagy minek nevezik, vagy mi az a valami, amit... Tudod, mire gondolok? Vigyá elbordol ki, pőre vagy csak kicsit be van keveredve. Az a claim block. Land claim. És akkor ide le tudom rakni. És akkor az jó nekem, mert itt fogok. Ide nem spawnolnak zombik, ugye, ahogy mondtátok. Úgyhogy ez a költözés első fázisa, ezzel így megtörténik. Ó, rakjuk ezt a claim blokkot. Rakjuk ide. Valami olyan helyre kéne, ami nem zavaró. Oda be. Oké. Okay. Jó, itt a claim block, ide be tudunk menekülni nagy a szar. És akkor ötöt tudjuk szedni magunkat. 20 óra 46 van, tök jó. Ó, nagyon jól érzem magam. Egyébként, ha a claim blockon belül vagy, akkor így megváltozik az ambient. Ilyen kellemes lett a zene. Szerintem ez ilyen védett övezetnek érzékeli ilyenkor. És nem úgy, hogy itt vagyok kivégett földön. Oda, én van ott egy adótor, hogy azért arra felköltözni se lehet rossz, nem? Ott te, messziségbe a... Tök jó. Úgy gyerekek, jó eljöttünk, de szerintem tök jó haladunk. Kellene craftolnom ilyen frame-eket mindenképpen. A building blokkot, mennyit tudok craftolni? 1000 darabot gyerekek, úgyhogy ezzel el leszek. Szerintem egy 600 darabot lecraftolok. Ezt az így jó nekünk. Sajnos szomjasok meg éhesek azok vagyunk, úgyhogy valamit ki kell találnom. Annyit írjatok meg esetleg, tudjátok-e, hogy át tudom költöztetni azokat a mondjuk azt a tudod mit, vagy újat kell craftolnom abból a szarból, abból a vizes dolgból. Jó, tök jó helyet találtuk, nekem ez nagyon tetszik. Az mi ott? Ott az mi? Olyan, mint egy ilyen nagy, ilyen valami kastély. Arra nem is jártunk még. Igen, bázis közepe itt, gyerekek konkrétan a Jenny mellett. És itt lesz, figyeljetek, itt már ki van pucolva, mutatja is. Ja, oké. Okay. Hát lehet, hogy eltolom egy kicsit balra. Nem. Szerintem tök jó helyen van. Itt egy kicsit közel vannak az épületek. Lehet, hogy egy picit balra eltoljunk, vagy egy kicsit erre orientálódunk. Ja, itt lesz egy ilyen. Hát lesz akkora, mint ez a félváros. Szerintem a városig minimum el fog nyúlani, egy akkora hatalmas bázist fogunk csinálni. Egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 200 blokknyi, szóval 200 blokkos bázist minimum. Az nagyon minimum. Úgyhogy így erre gondolt a képer. Nézzük meg a skilljeinket, nem? Gyorsan, itt meg craftolja a blokkokat ezerre srácnak. Skill. Azt mondja, hogy skill. Egy darab pontot osztatok el, ja, mert mindig 10 év van, tökölésze is van itt, nem? Ja, valaki, volt egy vita a komment szekcióban, hogy erre érdemes pakolni, vagy pedig lehet, hogy Discordon, de valaki írta, hogy ezt nem érdemes erre pakolni, hanem inkább modifikációkat kell bedobni, ezzel sokkal többre mész. Erre viszont még lehet, hogy rakok az erőre, mert akkor ugye ki tudom maxolni majd ezt. Ha nem is kimaxolni, de ugye ez 7-es szinten kell, hogy legyen. Nekünk meg most van az erőnk. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6. Így a 2 pont kell már rá. Az a gyárul istene. Ez meg a neveli ugye a block damage-t. De viszont... Viszont... Lehet, hogy nem arra kellene rakni. Stamina dologra van valami agility. Mit ad az agility? Ez miért azt ad? Miért headshot damage-t ad? Miért azt ad? Az agility miért azt ad? Athletic perk, run and gun. Ezt nem tudom megérteni. Az atlétika
Athletic perkeknél sincs semmi olyan, amelyik stamina, jobb stamina reget ad, vagy nekem olyan egyébként tök jó lenne. Várja, kardió. Sprinter is közvet 10%-kal több stamina reg, viszont az egy aranyos dolog. Bassza meg. Marar, gyerekek, marar var. Rám is fog jönni, érzem. Nem vett észre, bazze. Na, beszarok. Ennyit a tető, nagyon jól érzem magam dologról. Annyi az anyád van, marar. Nem akarom lelőni, mert akkor tuti, hogy itt a zombi hegyek megtámadnak. Nincs... Ugye a létrák azok szabadok, szóval ide jöhet akármilyen zombi-bombi. Most ez mondjuk egy kicsit ér... Baszal... Azt hittem leszáll, bazd, ez majdnem leszállt, hallod? Ez majdnem leszállt. Gyere ide, madár, badár! Gyere ide, legalább hadd üsselek le. A kap a nyakadat, azt a... Gyere már az anyád úr is, alig várom játszok ezzel a játékkal, mert én alig várom, hogy folytathassam. Tök jó izék vannak, ilyen árnyékeffektek. Kell fel a hold. Ja, hát akkor jó van, hogyha nem támad meg, nem támad meg, nem tudom, ide behúzódok, innen így védve vagyok egy irányból, azt mondom, hogy odaverek neki egyet. Ja, itt néztem ugye, hogy... Színűzőlem. Harvesting. Fájdalomtolerancia. Ez a cardio, ez még lehet, hogy jó, hogy ez... nem, de ez... Hogy ez növeli a stamina regünket, hogyha sprintelünk. De lehet, hogy tényleg erre kéne még pakolni, úgyhogy lehet, hogy erre fogok pakolni, hogy... ilyet nem tudok jobbat csinálni? Mi ez? Bazze, hatos, hallod? Hatos. A legendary parcon meg lenne, tudnék egy hatosat csinálni. Csak az meg ott hagytam. Ezt írtátok is szerintem. De nem biztos, hogy erre érdemes elhasználni azt a legendary parcot. Hogy ezt fogok kapni még? Mert mint hogy nem az... Figyeljetek, ide behúzódok. Ezt lecsukom az ajtót, ezt a... Hú, ez nem volt jó ötlet, baza. Ez nem volt jó ötlet, mert most meg valaki nyugtalankodik. Hú, baza, itt nem... Üti valaki. Sőt, ez nem is egy darab ellenfél. Mi a fasz? Kettő hülye, bazze. Gyertek fel a létre, testvéreim. Na, ide jó lenne az így. Elnyugodtak. Én nem is tudtam, hogy így le tudnak akadni. Figyelj, nyugodtak. Robbanó hordó. Bír! Megnyugodtak. Legugoltam, eldobták a izét, az agrót. Figyelj, most meg mennek. Ez jó. Ja, egy darab, egyes szintű épülete nem nagyon tudtam volna szerintem elbújni normálisan, úgyhogy ez jó ötlet volt, hogy ide följöttem. Mármint egy magas, nem úgy egyes szintű, hogy nehézség, hanem egy magas épületem. Viszont oda nézd, mekkora hegy van ott tapám. Azzal is lehetne valamit kezdeni, de... Hú, de jól néz ki, bazze. Hát itt jó lesz, nekem érzem, hogy az jó lesz ez a hely. Na, mire költsünk? Nem költünk semmire, gyerekek, rájöttem. Következő részben nekiállunk, megcsináljuk azt a bészt, jó? Úgyhogy akkor onnan, innen folytatás következik. Hát elbúcsúzom, srácok, most ez egy ilyen, nem tudom, lehet, hogy rövidebb rész lett egyen. Mindenképpen húzunk mindez vadlibák, aztán elkezdem építeni. Kíváncsi vagyok, direkt nem mondtam el. Írjátok meg, hogy szerintetek, vagy rájöttetek-e, hogy a Keeper milyen struktúra elrendezésbe gondolkodik, hogy amit mondtam, hogy ugye rá tudsz látni folyamatosan a zombikra, de mégis magasabban vagy. Ezt hogy tudom megoldani? Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi csőt!